Sziasztok! Immár a hetedik részhez értünk el a Szelekótya sárkánysuliban, két zsinóros sárkányozásról kezdőknek. A legelső epizódban már eleve abból indultam ki, hogy össze tudod rakni a sárkányodat, és inkább arról beszéltem, mit csinálj vele azután. De azért az sem árt, ha átvesszük együtt, hogy hogyan szerelt fel a repülőmasinát, és hogy hogyan ne. A sárkányodnak valószínűleg van egy testhez álló tokja, tehát kezd azzal, hogy előhúzod belőle. Keresd meg a terpesztőket a vitorlába tekerve vagy a tokaljára csúszva, és a rakd őket félre valahová, ahol nem fogsz rájuk lépni. Sem rájuk térdelni, rájuk ülni, vagy hasra esni bennük. Ha nagyobb sárkányod van osztott belépőélekkel, akkor elsőnek ezeket illeszd össze. Előfordulhat, hogy a toldás a szárnyalagút belsejében bújik meg, és tapintásra hagyatkozva kell összetolnod a darabokat. Toldás közben figyeljél arra is, hogy az alagút nyílásánál ne akadjanak be a szárnycsatlakozók vagy a céklipszek. Ugye milyen jó, hogy az előző részben végigvettük az alkatrészek nevét? Miután összepasszítottad a darabokat, rögzítsd a szárny végét. Ha szegélyzsinórja is van a sárkányodnak, akkor először annak a végét akasszad be a szárny merevítő hornod kupakjába. A szárny felfeszítéséhez néha egy gumizsinórt kell a nokba akasztanod, de komolyabb sárkányokon inkább egy rugalmatlan zsinór darab van itt, amit beillesztesz a horonyba. A szárny merevítő és a vitorla saját rugalmassága fogja megfeszíteni, és egy kis csomó akadályozza meg, hogy kicsusszon a helyéről. Ha a szárnyak készen állnak, terítsd ki a sárkányt a földre, vagy ha inkább nem térdelnél le hozzá, akkor függőlegesen a tested elé. Ha ezt célbe fordulva teszed, akkor a légmozgás legfeljebb neked nyomja a sárkányt, de nem fogja össze-vissza lobogtatni felszerelés közben. A terpesztők közül én először a felsőt szoktam berakni. Ezzel nincs más teendő, mint hogy mind a két végét betolod a felső szárnycsatlakozókba. Közben ügyelj arra, hogy a kantár felső szára ne a terpesztő és a vitorla között kössön ki. Meg arra, hogy ne tenyerelj vagy térdelj a vitorlára, mert ki tudja, nincs-e alatta egy kemény fűszál vagy éles kavics. Ha az alsó terpesztő két darabból áll, akkor elsőnek dugd át a középkereszten azt a darabot, amelyiken a toldó betét van. Utána illeszd össze ennek a darabnak a többi kötését. Kezdheted a szárnycsatlakozóval, és folytathatod a standoffal vagy standoffokkal, de az is teljesen oké, ha először a távtartót csatlakoztatod, és csak utána a belépő élet. Végig figyelj, hogy a kantár a vázon kívül, ne pedig a váz és a vitorla között legyen. Ha ezekkel megvagy, jöhet az alsó terpesztő másik fele. Olyan is előfordul, hogy maga a középkereszt szolgáltoldó karmantyúként, és csak bele kell dugnod a terpesztő két felét. És persze lehet a terpesztő egy darabból is. Ilyenkor vagy a közepéig keresztül kell tolnod a középkereszten, vagy már eleve benne is lakik, és csak el kell fordítanod, majd beigazítanod, hogy szimmetrikus legyen. A HQ cég kisebb sárkányai sajátos megoldást használnak, a középkereszt rugalmas gumiból készül, és a terpesztő közepén egy csontnak becézett idon található, aminek a közepére kell bepattintani a közép keresztgumi gyűrűjét. Ezzel kész vagy a sárkány összerakásával. Ellenőrizd még egyszer, hogy a kantár mindenütt a vázon kívül fut-e.
Ha nem, akkor jöhet a szétszedés és újra összerakás. Ha viszont minden rendben, akkor már csak a reptető zsinórt kell a malacfarokra kötnöd az első epizódban megismert sváb hurokkal. Ezután elsétálsz a madártól, közben lecsévéled a zsinort, és már lehet is repülni. Ha pedig befejezted a légi zsonglőrködést, felcsévéled a zsinórodat, erről többet is mondok majd még a következő részben, és kezdheted a sárkány leszerelését. Kioldod az eregető zsinóron a hurkot, aztán kiveszed a terpesztőket a száncsatlakozókból. Én itt is a felső feszítővel szoktam kezdeni. Az alsó terpesztőt először szintén a szárnyról érdemes lecsatlakoztatni. Utána a standoffok már könnyen kijönnek a helyükből. Minden kiszedett rudat tegyél félre, de úgy, hogy meg is találd őket, meg rájuk se lépj. Ha szorul a rúd valamelyik csatlakozóban, akkor is bánj vele óvatosan. Lehetőleg a csatlakozót és a terpesztőt fogja csak, ne pedig a belépőjénél fogva rángasd, mert eltörheted a belépőjélet. Még jobb, ha nem húzni próbálod, mert a kötőelem a húzásra egy cseppet megnyúlik és még szűkebb lesz. Inkább igyekezz a hüvelykujjaddal lenyomni a csatlakozót a terpesztőről. Így azt is megúszod, hogy a vitorlát átdöfjed, amikor végül sikerül kirántanod a rudat. Ha történetesen klimax márkájú zsinórod van, akkor az ahhoz kapott csíve szélén lévő öblök éppen arra való, hogy a beléjük passzoló rúdról letolhassál egy makacs csatlakozót. Utolsónak az osztott belépő éleket választ újra szét. Sok nagyobb sárkány tokja kinyitható hosszabbra, tehát ha nem gond a hosszú csomag, akkor a belépő élet egyben hagyva is elpakolhatod a sárkányt. A kisebb sárkányoknál pedig eleve is csak ez az opciód van meg. Arra viszont mindenképpen ügyelj, hogy a belépőéli merevítő végéről akaszd le a szárnyat felfeszítő gumit vagy csinort, mert ha napokig vagy hetekig áll megfeszített állapotban, az nem tesz jót neki. A lezerelt sárkányt érdemes gondosan elcsomagolni. Rázd le róla az esetleges koszt, homokot, füvet. A belépőél alsó felét hajtsd vissza az orrhoz, majd a standoffokat és a kantárt rendezd el a vitorla két felének a közepére. Ezután a két belépőélet hajtsd be középre a gerinchez. Most középen megmarkolhatod a sárkány összes merevítőjét egyszerre, és ha így felemeled, akkor a vitorla két zsebet alkot lefelé. Igazítsd be a standoffokat ezeknek a zsebeknek az aljára, majd fektesd le az egészet, és kezd el feltekerni a vitorla felé a gerinccel párhuzamosan. A vége felé csomagold még bele a félretett terpesztőket is,
és voilà, már is kompakt csomagban van a sárkányod, amit kényelmesen bele tudsz csúsztatni a tokba, anélkül, hogy valamelyik elem átszólná a vitorlát. Mivel ismétlés a tudás anyja, nézzük most meg, hogy megy a dolog az ifjúságnak. Valami nem jött, nincsen még rúd abban a tokban? Valami nem jött, hogy egyszerűen felfordítod egy házad. Igen, egyszerűt kiborítani belőle. Most akkor az, amikre vigyázunk, hogy ne lépjünk rá. Kívül van a kantár, mindenütt nem ott. Még a standoffot is ki kéne nyitni. Jó, kívül van mindenütt a kantár. Én úgy látom, igen. Jó, annyit elég leszedni róla. Piros az bal. Piros a bal. És itt hova kell rakni? Arra a kis csomóra, ami a végén van, arra rá, és oda megszorítod a hurkot, és akkor a csomó megakadályozza, hogy kicsusszon belőle. Aha. Úgy. Ott tudod, nem a nagy erő a lényeg, főleg ott a stand-offnál biztos, hogy nem kell nagy erő, nehogy aztán rántódjon és kár essen a sárkányban. És ne felejtsd el azt, hogy nagyon sokszor a tolás az, ami segít, és nem pedig a húzás. És hogyha nem fekszenek, akkor mit csinálsz? Akkor odafekteted. Odaigazítod a standoffot, hogy ott legyen azzal párhuzamosan, ide legyen hozzá. Igen. Úgy nem kell olyan marhaszorosan, mert a standoffok máshogy állnak, és most oda a végén be tudod tenni a maradék rudakat, az összerakó rudakat. Ennyit már a sárkánycsomagolás tudományáról. Azt tenném még hozzá, hogy ha esőtől vagy harmattól nedves lett a sárkányod, akkor otthon hamar bonst ki, és kiteregetve szárítsd meg, majd csomagold vissza.
Ha pedig nagyon koszos lett valamitől, akkor állítólag nyugodtan le lehet zuhanyozni langyos vízzel, vagy leslagolni a kertben, és utána jól megszárítani. Bevallom, én még nem merészeltem ilyet tenni. Aki már igen, az megírhatja kommentben a tapasztalatait. Amúgy pedig jó sárkányozást kívánok! Ha tetszett ez a videó, nézzétek meg a többit is, és még mindig ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Stb. A következő részben a zsinórral foglalkozunk közelebbről.